Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Képviselőtestületi ülés, vita a városi járdaépítési program miatt. Adventi séták, Szentendre ünnepi állomásai a középpontban. Hosszasan vitatkoztak a képviselők legutóbbi ülésükön a TESZ előterjesztéséről, mely szerint egy tervszerű önkormányzati járdaépítési, járdafelújítási programot kellene indítani a városban. Tárgyalt a testület a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnázium tanúszodájának üzemeltetéséről szóló megállapodás megszüntetéséről is. Itt ugye felmondásra kerül az Akvapalasszal egy szerződés, ami átkerül majd a Váci tankerülethez, ha jól látom. Ugye a szerződést az december 31-ével, vagy bocsánat, nem szerződés, megállapodás, ezt felmondjuk, és január 1-től megkötésre kerül a következő megállapodás. A két megállapodás között lesz valami fajta eltérés, bármiben 100%-ban finanszírozni fogja ezt a közel 4,5 millió forintot, vagy látta már valaki ezt a megállapodást? Kérdezem Drégei Miklóst, aki valószínűleg alá fogja írni ezt a papírt, ha minden jól megy, akkor január 1-ével. Folytonos lesz az üzemeltetés, vagy itt is várható csúszás esetleg, mint a hulladék kezeléssel kapcsolatosan. Ezt azért kérdezem, hogy fennmarad-e, és biztosítva lesz-e a uszoda az iskola számára, vagy egyszer csak bezár. És mi a biztosíték arra, hogyha mi fel tudtuk mondani közös megállapodással, akár 20 nap alatt ezt a megállapodást, akkor ugyanezt nem fogja megtenni a klik. Jó lenne, hogyha ez a megállapodás megint csak mellékelve lenne ez az előterjesztéshez, ha ezt valóban január 1-ével alá fogjuk írni. Köszönöm. Az új megállapodás megkötése az a klik és az Akvapalasznak a felelősségi köre, tehát itt a nekünk az a feladatunk, hogy megszüntessük ezt a szerződést, a kliknek pedig az a feladata, hogy megkösse. Ez a szerződés még nem került aláírásra, de már előkészítés alatt van. Tankerületi igazgató úrtól bírjuk azt a ígéretet, hogy ő ezt változatlan feltételekkel továbbiakban megrendeli az Akvapalasztól. De még egyszer jelzem, hogy igazából ez a kliknek a felelőssége, hogy ez megtörténjen, hiszen 17. január 1-től tehát ez nem kérdés, hogy neki kell ezeket az épületeket működtetnie, tehát kell, hogy rendelkezzen ilyen szerződéssel, még akkor is, hogyha ez egy kicsit a utolsó pillanatra maradt. Kubatovics Áron képviselő úr, parancsolj. Nem fogom tudni szó szerint idézni polgármester úrat az előző napi rendi pontról, amikor ugye arról beszélt, hogy egyébként az a szándék, hogy a szentendrei iskoláknak az épületeinek a fenntartásába vagy felújításába a jövőben is beszálljon aktív módon a város. Tehát mert hogy itt szentendrei gyerekek, rákócis gyerekek úsznak abban az uszodába, tehát lehet, most hátradőlhetünk ennél az előterjesztésnél viszont, hogy ez nem a mi dolgunk, hiszen ezt majd ők elintézik egymás között a szerződés, de a végeredményben a cső végén ugyanúgy mi vagyunk, és végeredményben a mi felelősségünk, hogy január nincs előttem 5-én mondjuk egy hétfői napon ugyanúgy itt legyen az uszoda. Tehát ezt a bizonytalanságra kérdezett rá Szegedi István. Tehát a jog szerint persze. Mi most fölmondjuk, és ők majd remélhetőleg megállapodnak, de akkor is a mi felelősségünk, hogy ott ne legyen semmilyen csúszás. Ha az előző napi rendnél polgármester úr nem farolt ki ezzel a kérdésről, akkor szerintem most se faroljon ki ez a kérdésről, hiszen még egyszer mondom, ugyanúgy szentendrei gyerekek fognak abba az uszodába járni, mint ahogy szentendrei gyerekek járnak a szentendrei iskolákba. A polgármester hangsúlyozta, hogy dolgoznak a szerződés előkészítésén. Az Akvapalasz Kft. Ügyvezetője már megtette az ajánlatát a kliknek, aki jogilag felelős azért, hogy minden rendben legyen a Rákócziban lévő uszoda üzemeltetésével kapcsolatban.
Ezt követően tárgyalta a testület az 1+1 program bővítéséről szóló előterjesztést, melyben az állt, hogy a tervek szerint 2017-től már nem csak út- és járdaépítésre, hanem az utca közösség és a város egyéb fejlesztési elképzeléseire is igényelhető önkormányzati támogatás. A felhívás így kiegészülne egy harmadik ponttal, mely szerint támogatás igényelhető különböző településfejlesztési célokra is, mint közvilágítás bővítés, forgalomcsillapítás, tükör kihelyezés, buszmegálló parkoló létesítése. A képviselők megvitatták a TESZ előterjesztését is, mely a tervszerű önkormányzati járdaépítési járdafelújítási program indításáról szólt. Annyival egészítenem ki az előterjesztést, hogy időközben abban a városrészben, ahol ez a sajnálatos baleset történt a kismamával és a babakocsiban ülő gyerekkel, aki a járdán nem tudta tolni a babakocsit, és az után tolta és elütötték. Ott időközben ebben a városrészben 333 aláírással, amit itt van nálam, támogatják, vagy kérik az önkormányzatot, hogy induljon el valami tervszerű lakossági részvétellel is akár, de hogy induljon el egy járdaépítési program, vizsgálja felül az önkormányzat. Hát nyilván elsősorban abban a városrészben szeretnék, de az egész városra kiterjedően is, hogy a közintézmények hogyan közelíthetőek meg gyalogosan. Tehát szeretném kiegészíteni az előterjesztésünket 333 szentendrei polgár aláírásával is. Egyelőre csak ennyi, de gyűlik még. Köszönjük szépen a 333 számú aláírást, amely egy adott járdaszakasz felújításáról szól. Ugye az önkormányzat az elmúlt időszakban is minden erővel azon volt, hogy járdaszakaszokat építsen, és épített is. Ahogy a tegnapi bizottsági ülésen elhangzott egy kérdés felelek, hogy volt-e a városvezetéssel, az előterjesztéssel kapcsolatban egyeztetés, és azt hangzott el, hogy ilyen nem volt. Ugyanez vonatkozik egyébként a következő, majd a 25-ös napirendi pontban szereplő előterjesztésre is. Én azt szeretném, hogyha lennének ilyen egyeztetések, mert akkor meg tudjuk beszélni, hogy mi az adott kérdéskörnek vagy problémakörnek a leghatékonyabb kezelési módja, mint ahogy itt előbb csak átsuhantunk ezen a 21-es napirendi ponton, de ugye ott is, amikor megértettem, hogy mi a probléma és mi a orvosolandó gond, mi a feladat, akkor ezt hatékonyan meg tudtuk oldani. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a jövőben mindenképpen egy üdvözítő dolog lesz majd, hogyha előterjesztésekkel kapcsolatban tudunk előzetesen beszélni, hogy mi is a megoldandó feladat. Fülöp Zsolt képviselő úr, parancsolj! Majd válaszolok erre, amit most polgármester úr mondott, de akkor ezek szerint a magával az előterjesztéssel semmi kifogás nincs, tehát hogy el kellene indítani egy ilyen felülvizsgálatot, végig kellene gondolni, hol lehetne tervszerűen végigvinni ezeket a hiányzó járdaszakaszokat megcsinálni. Tehát, hogy magával az előterjesztéssel ezek szerint nincsen gond, csak azzal van gond, hogy ezt előzetesen nem egyeztettük a városvezetéssel. Ha igen, akkor én örülök, de ezt az egyeztetéses történetet, ezt nagyon szívesen bármikor meg tudjuk csinálni. És azért is örültünk, hogy volt nagyon sokáig, több évig előzetes egyeztetés a képviselőtestületi ülések előtt, mert akkor el tudtuk mondani, hogy milyen előterjesztésünk lenne, mivel gondolkodunk. Természetesen ez egy oda-vissza való tájékoztatás volt, amit nagyon örültünk. Nem mi szakítottuk meg ezt a tárgyalási folyamatot, de hát semmi gond, lehet egy oldalú is a szerelem, tehát ez van ilyen, de semmi. Vállalom, hogy ezután mindig egyeztetünk az előterjesztésekkel kapcsolatban, nem lesz semmi probléma, de hogyha csak ezen múlik a támogatás, akkor ezt most átugorhatjuk, és akkor egy nagy igent lehet nyomni mindenkinek, bármelyik a teremnek bármelyik felén is ül, és direkt nem oldalt mondtam.
A TESZ előterjesztésében az szerepel, hogy Szentendre út és járda hálózatának állapota igen eltérő. A városban található olyan utca, ahol egyáltalán nincs járda. Kiemelten kell kezelni a gyalogos közlekedést a város közintézményeinél. Meg kell teremteni a biztonságos eljutást a bölcsödébe, óvodákba, iskolákba. Az előterjesztés célja, hogy tervszerűen vizsgálja felül a hivatal Szentendre járdahálózatát, és készítsen ez alapján egy járdaépítési, járdafelújítási programot. A polgármester szerint objektív problémákat tartalmaz az előterjesztés. Ingyenesen igényelhető ebben az évben is a 60 éven felülieknek, valamint életkortól függetlenül egyes krónikus betegségben szenvedőknek az influenza elleni védőoltás. A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós betegségben szenvedőknek is veszélyes lehet, mert megterheli a szívet, a tüdőt, felborítja az anyagcserét. Gyakrabban lépnek fel szövődmények, hörkhurut, tüdőgyulladás az immungyengeségben szenvedőknél, az időseknél és a dohányosoknál. Az influenza elleni oltásoknak az a célja, hogy egyéni védelmet nyújtson azoknak, akiknél az esetleges influenza vírus fertőzés súlyos lefolyású lehet. A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állítanak elő, és az oltást is minden évben meg kell ismételni. A hazai influenza vakcina élő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az oltást követően csak igen ritkán lépnek fel nem kívánt mellékhatások, mint például láz, fejfájás. A védelem kialakulásához legalább 2 hétre van szükség, még érdemes védőoltást igényelnie házi orvosától Szentendrén is. Végigjárták Szentendre ünnepi stációit az adventi séták résztvevői, akik az idegenvezető segítségével a szerb dalmát hagyományokkal is megismerkedhettek advent 3. vasárnapján, december 11-én. Hagyományai vannak a szentendrei sétáknak, amit korábban a Szerest Szentendrét Egyesület hívott életre, azóta a TDM iroda is csatlakozott a szervezőkhöz, akik több az adott évszakhoz, ünnepkörhöz, történelmi eseményhez kapcsolódó városismereti utat szerveztek. Karácsony közelettével elindultak az adventi séták, aminek első alkalma december 11-én délután volt. A résztvevők végigjárták a város több pontján felállított ünnepi állomásokat, ahol egy-egy történetet is megismerhettek a sétálók. Már nyáron is, meg ősszel is szerveztünk helyi sétákat. Ez a Szereszentendrét Egyesület kezdte el ezeket a sétákat, és tőlük vettük át ezeket a tematikus sétákat. Volt mindenféle, aki részt vett rajta az egész nyár folyamán, szerb sétától kezdve templom séta, művészeti séta, tehát nagyon izgalmas sétáink voltak, és most úgy gondoltuk, hogy ezt folytatjuk, ezt a hagyományt, és adventben is szervezünk sétát az érdeklődőknek. Ezek ingyenes séták, amiket most szervezünk adventben a mai napon, most december 11-én és 18-án, azért, hogy hát a lokálpatriotizmus szeretnénk erősíteni, hogy minél többen részt vegyenek rajta, megismerjék így a szentendrei betlehemeket. Ez az első, amit gondoltunk, hogy először is a betlehemeket bemutatjuk, ezeknek kicsit a történetét, de hogy egy picit még izgalmasabb legyen, arra gondoltam, hogy ezt picit megfűszerezném azzal, hogy mivel egy szerb balkán hagyományokra visszatekintő városban élünk, ezért kicsit a dalmát szerb hagyományokról is beszélnék, ez alatt a séta alatt, és természetesen a fennálló betlehemekről, tehát ez egy ilyen vegyes séta lesz, tehát, de így próbálok mindent így felölelni, ami Szentendrét illeti. Elindulunk az evangélikus templomtól, megnézzük, hát ezek tulajdonképpen stációk, ezek nem betlehemek, amik itt készültek. Az úgymond a betlehem, az a főtéri betlehem, ez a betlehem, és amit látunk itt, ezek a angyali üdvözlettől egészen megyünk a három királyokig, és bekukkantunk még a harangi betlehemhez, a Péter Pál templomnak az udvarába is.
még lehet jelentkezni az advent 4. vasárnapjára szervezett sétára, de nem csak felnőtteket várnak a szervezők. Hétközben a legkisebbekkel is szeretnék megismertetni Szentendre sokszínű kulturális, nemzetiségi hagyományait a karácsonyhoz kapcsolódva is, az óvodás és iskolás korosztályokkal a szervezők. Az az érdekes, hogy amióta idegen vezetek, így nagyon sokan kérdezgetnek róla, gyerekeimnek a szülei, tehát anyukák, akikkel kapcsolatban vagyok, hogy milyen hagyományok vannak Szentendrén, tehát ő maguk is rácsodálkoznak erre, hogy itt élnek, és szerintem ott, ahol él az ember, kevésbé jut eszébe az, hogy kicsit így kutakodjon a múltja után. Talán én azért vagyok egy kicsit más, mert én 14-5 éve itt idegen vezettem, én Pesten éltem, de utána 4-5 éve költöztünk ide Szentendrére, és én akkor újra belevetettem magam ebbe a helyismeretbe, sok-sok segítséget kaptam ehhez, és akkor így én nekem ez rögtön evidens volt, hogy szeretném még jobban megismerni Szentendrét más szemmel, és Kriszba Éva rengeteget segített nekem, ugye a Ferenci Múzeumnak a munkatársa Benkovics György, és hát még sokan mások, akik ismerik a várost, és ez nagyon izgalmas felfedezés nekem is, és ezt szeretném továbbadni. Amit még el szeretnék mondani, hogy nem csak felnőtteknek szervezünk adventi sétákat, hanem jövő héttől, tehát hétfőtől péntekig iskolaidőben, meg óvi időben óvisoknak, meg iskolásoknak is. Ezek is ingyenes séták lesznek, meghirdettük, elküldtünk egy ilyen meghívó levelet, és erre óvik is, meg iskolák is jelentkeztek, és nekik hát másként fogjuk megszervezni ezt, megtartani ezt a sétát. Kertész József és Pap Kornélia, ők segítettek ebben még, hogy erről beszélnek, ezekről a betlehemekről, hiszen az ő szívügyük volt így nagy részben ezeknek a betlehemeknek a felállítása. És ők fogják az ovisoknak tartani, és az iskolásoknak pedig megpróbálom én, illetve még Móricz János, vagy talán Kriszba Éva, még meglátjuk, hogy még mennyien lesznek a jelentkezők. Vannak mindenképpen, akik mindegyik sétán ott vannak, és lelkesek. Aztán vannak, akik itt véletlenül bukkannak rá, és akkor megörülnek neki, hogy jaj, de jó, ezt nem tudtam. És most, hogy megjelent a Szentendre mesekönyv, a Hurrá Szentendre, most egyre többen veszik kezükbe ezt a mesekönyvet, ami felnőtteknek is rendkívül tanulságos, hogy ez itt van, ezt nem tudtam. És talán ez még jobban fölrázza így a felnőtteket is, hogy a gyerekek ezt a gyerekeknek esetleg megveszik, és utána eszükbe jut az is, hogy de jó lenne, vagy milyen, tehát felismeréseket tesznek, hogy de jó, hogy ilyen újdonságokat megtudnak a városról. És szerintem ezért fontos nagyon. Érdemes figyelni a TDM iroda programjait, ahol nem csak a városba látogató turisták, de a helyben élő több korosztálynak is tudnak színes, értékes programokat ajánlani a szervezők. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Sportkorzó című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!